Az 1870-ben alakult fővárosi közmunkák tanácsának egyik legszebb alkotása a mai Népköztársaság útja helyén levő sugárút volt, amelyen nem engedélyezték a felszíni ló- és villamos vasutat. Ez adta az ötletet a tervezőknek a föld alatti villamos vasút létesítésére. Az engedélyezéskor kikötötték, hogy a vasútnak a millenniumi kiállításra el kell készülnie. Az építés nyitott munkagödrökből történt, nagyrészt kézi erővel, és 20 hónap alatt készült el a vonal a Gizella tér és a Városliget között. A vasút szelvénye rendkívül kicsi volt, így a járművei különleges kiképzéssel épültek meg. A jármű alváza úgynevezett hattyúnyak kialakítással biztosította a forgóvázak elhelyezését a kocsik végein. A kocsik külső és belső burkolata fából készült, amelyeken a díszítés kézi munka eredménye. A vonal átadása a millenniumi ünnepségek keretében történt 1896. május 2-án. Ez alkalomból Budapesten tartózkodó Ferenc József május 8-án tekintette meg a vasutat, és kíséretével a királyi kocsin utazott a Gizella téri végállomástól az állatkert megállóig. Látogatásának emlékét régi márványtábla őrzi a múzeumban. A járműpark 10 darab faburkolatú és 10 darab fémburkolatú motorkocsiból állt. Az 1-es és 19-es pályaszámú kocsi 78 évi szolgálat után került a múzeumba. Az 1950-es évek végén a fokozódó forgalmi igények kielégítésére a járműpark kevésnek bizonyult. 1960-tól forgalomba állítottak 16 darab kéttengelyű vezérlő pótkocsit, amelyek menetkapcsolóival működtetni lehetett a motorkocsik motorját, így a szerelvény megfordítás nélkül közlekedhetett. Az 1973-as rekonstrukció óta új, kényelmes, gyors, csuklós szerelvények közlekednek. Ennek 1:25-höz méretarányú modellje látható a múzeumban. Ez a ganz modell rokona a felszínen futó villamosnak. A háromrészes csuklós felépítésű 30 méter hosszú szerelvények 600 volt feszültséggel működnek. Elektromos berendezéseik gyakorlatilag megegyeznek a villamosokéval. Az új kocsi kialakításakor a ganzmávag és ganzvillamossági művek számára fontos szempont volt, hogy a lehető legnagyobb férőhelyet biztosítsa a 30 méterre korlátozott peronhossz mellett, melynek eléréséhez három állomást meg kellett hosszabbítani. Budapest jelentős fejlődése, az utazási igények jelentős növekedése szükségessé tette a nagykapacitású metróvonalak létesítését. Az első tervek, tanulmányok a 30-as években készültek,
majd az 1950-es években kezdődött meg az építkezés. Néhány év után azonban lelassult, majd leállt a munka. Ezt követően az 1960-as években folytatódott újra. A kettes számú vonal nagyrészt mély vezetésű alagút, amelyet a szovjet gyártmányú fúrópajzs alakított ki a város alatt. ...1968-ban érkezett meg az első négy kocsiból álló szerelvény a Szovjetunióból. Megkezdődött a próbaüzem és a személyzet felkészítése a metró üzemeltetésére. Vezetési vonalszakaszok közül az első üzembe helyezése 1970. április 2-án volt a Fehér út és a Deák tér között. Itt már szükségessé vált a mozgó lépcső bevezetése, amely az utazás kényelmét és gyorsaságát szolgálja. Az 1968-tól eltelt idő alatt összesen 323 kocsit szállított ugyanabból a típusból a szovjet partner. A szerelvényeken sorozatszám található, amely tájékoztat a szállítás időpontjáról. A 100-as, 200-as, illetve 300-as sorozatú kocsik alapjaiban megegyeznek, kisebb típus módosításokra azonban sor került. Ezek az utasok és a kezelő személyzet kényelmét szolgálják. A szerelvények 5 motorkocsiból állnak. Az északdéli vonal nagy részt keretalagútban fut, egyes részén azonban mély vezetésű részekkel is találkozunk. A szovjet metrókocsik mind szerkezetileg, mind villamos berendezéseit tekintve hagyományos kialakításúak, és ez az üzemelés költségeit növeli, amely a szűkös anyagi és energiahelyzetben gondot jelent. A Buda
Budapesti Közlekedési Vállalat már a 70-es évek közepén foglalkozott azzal a gondolattal, hogy az akkor üzemeltetett és korszerűnek már nem mondható járműparkját az elkövetkezendő időben, amikor selejtezésre kerülnek, milyen járművel cserélje le. Ennek érdekében megfogalmazták mindazokat a követelményeket, amelyeket egy olyan járművel szemben támasztanának, amely az ezred forduló után is még korszerűnek mondható. Ezek alapján megkeresték azokat a vállalkozókat, akik képesek egy ilyen jármű legyártására. A két ganzgyár részt vett azon a pályázaton, amelyet a Budapesti Közlekedési Vállalat kezdeményezett, és a pályázat alapján elkészítették a prototípus járművet, melyekkel a próbafutásokat a közelmúltban megkezdtük. Az itt ülő kollégák ennek a járműnek megalkotásában közvetlenül részt vettek. Részt vettek a cél megfogalmazásában, részt vettek a konstrukció kialakításában, és ma részesei a próbaüzemeltetésnek, és reméljük részesei leszünk a sikernek is, amelyet ez a jármű fog a Budapest közlekedésében elérni. A kocsi külső formája formatervezési tervpályázat eredményeként alakult ki. Utastér kialakítása az esztétikai szempontok mellett olyan, hogy az eddig használatos metrókocsik komfortját és biztonságát felülmúlja. Az álló utasok részére elhelyezett kapaszkodók helyét a legújabb tapasztalatok alapján választották ki. Az utastér szellőzése a statikus szellőzés helyett a mennyezetre szerelt gépi szellőzéssel van megoldva. A megfelelő világítást a két soros fénycsöves világítótestek biztosítják. Az utastérben az átlagos megvilágítás 250 lux. A szerelvény kialakítása lehetővé teszi a szabadtéri tárolást. Üzembeállás előtt az alagúton kívül az utastér előfűthető. A nagy teljesítményi fűtőtestek az ülések alá vannak szerelve. Utastér ajtai úgynevezett külső lengőtoló ajtók, melyek alkalmazásával a hasznos belső tér növelhető. Az ajtók zárt állapotban a kocsi külső felületével egy síkot alkotnak. Ez közlekedéskor a zajosságot csökkenti és a jármű moshatóságát javítja. Az ajtó záródására hang- és fényjelzés figyelmeztet. Abban az esetben, ha az ajtó záródását valami megakadályozza, akkor az ajtó automatikusan kinyílik és újra záródik. Az utasok vészcsengő segítségével jelezhetnek a vezetőnek. A vészcsengő nyomógombja jól látható helyen van. Indokolt esetben az ajtók a vésznyitókar működtetésével nyithatók. Hangszigetelt vezetőfülkét a legkorszerűbb ergonómiai ismeretek alapján alakították ki. A fülke egyenletes hőmérsékletéről a légkondicionáló gondoskodik. A vezetőállás készítésénél és tervezésénél nagy hangsúlyt kaptak az ergonómiai és a biztonsági szempontok. A
A kialakítás a majdani egyvezetős üzem igényeinek megfelel. A vezető álláson találhatók a különböző üzemállapotokat jelző műszerek és jelzőlámpák, valamint szolgálati és utastájékoztató berendezések. Biztosítói, valamint a ritkábban használt kapcsolók a vezetőfülke hátfalán vannak elhelyezve. A központi elektronikus vezérlés szintén a hátfalban kapott helyet. A vezérlés Európa kártyarendszerű kivitelben készült. A vezérlés állapotáról a kártyák frontján LED kijelzés ad felvilágosítást. A vezetékezés, mely a vezérlés egyes elemeit, valamint a vezérelt készülékeket összeköti, különleges lángbiztos vezetékből készült. A vezetőálláson található többek között a jelzőcsengő nyomógomb, az ajtózárás nyomógomb, és az állomás bemondó nyomógomb. Tessék vigyázni, az ajtók záródnak. Az állomásbemondó készülék egy beszédszintetizátor, mely a hangot elektronikusan tárolja, és azt minőségváltozás nélkül visszajátsza. A vezérlőkar egy hall generátort vezérel, mely ennek hatására előállítja a sebesség alapjelét a villamos hajtás szabályozója részére. A vezetőfülkével ellátott kocsi elején került elhelyezésre a menekülő ajtó. A kocsik végeinél az átjárás biztosított, így tehát a szerelvény veszélyhelyzetben végigjárható. Az utasok el tudják hagyni a szerelvényt. Központi rugózását, valamint a padlószint állandó magasságában történő tartását a légrugó biztosítja. Az acélrugókkal szemben a légrugók alkalmazásával megszűnik a fémes kapcsolat a forgóház és a kocsiszekrény között, ami a zajcsökkenésben lényeges. A forgóvázra szerelt hajtómű monomotoros elrendezésű. A hajtóerőt a soros gerjesztésű, lemezelt, állórészű, egyenáramú motor adja. Az üzemi fék a kombinált villamos fék, ekkor a motorok generátorként dolgoznak, és a vezérlés az energia visszatáplálást lehetővé teszi. Az akkumulátorok és a vezérlés egyes elemei a kocsi szekrény alatt a készülék szekrényben kaptak helyet. A rugalmas hajtás a hajtómű és a kerékpár között teszi rugalmassá a kapcsolatot. A hajtás alkalmazásával a karbantartási igény lecsökken, és nincs fémes kapcsolat a hajtómű és a kerékpár között. A kerékpár karimáiba helyezett
gumigyűrű az igénybevételeket és a zajhatást csökkenti. A szerelvény főféke az elektropneumatikus vezérlésű tárcsafék. Ez a fék működik vészfékként, továbbá a villamos üzemi fékezés végén 10 km/h sebesség alatt. A villamos üzemi fék hibája esetén is az elektropneumatikus tárcsafék biztosítja a fék helyettesítést. Központi vonó és ütköző. A készülék alkalmas a szovjet gyártmányú metrókocsikkal történő összekapcsolásra is. Működése a vezetőfülkéből vezérelhető. Ugyanígy vezérelhető a forgózáró oldalán elhelyezett áramszedő készülék is, melynek a harmadik sínre történő rá, illetve onnan elemelése a vezetőfülkéből lehetséges. A kocsik ikerkocsis szerelvényként tudnak önállóan mozogni, ugyanis a vezérlő, illetve a kiszolgáló készülékek két típusú kocsin helyezkednek el. Az ikerkocsi egyikén van csak vezetőállás, így oda-vissza közlekedésre két ikerkocsi alkalmas. A szerelvény próbafutása jelenleg a BKV Kőér úti próbapályáján történik.